Köszöntöm nézőinket! Önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják, Liszkai Lórán vagyok. Fő témáink néhány mondatban. EB láz. Sokan kilátogattak a szurkolói teraszra Szekszárdon. Felfrissülés. Június 20-án nyit a szekszárdi strand. Apák napja. Sokan ünneplik, de van, aki nem is hallott róla. 35 éves a Bukovinai Székelyek Országos Szövetsége. Országos találkozó hölgyészem. Megnyílt a Babits Mihály Kulturális Központ szurkolói terasz a Szekszárdon, a Garai téren. A szurkolók egy hónapon keresztül óriás kivetítőn élvezhetik a labdarúgó Európa-bajnokság valamennyi mérkőzését. A magyar csapat első találkozójára sokan kíváncsiak voltak. Így ünnepeltek a drukkerek Varga Barnabás a svájciak ellen szerzett góljánál a szekszárdi szurkolói teraszon. A találat csak a szépítésre volt elég, a végeredmény 3-1 lett a svájci válogatott javára. A hangulat a vereség ellenére is kiváló volt. Nagyon nagy öröm volt már tegnap este is látni a német-skót meccsen, hogy szinte megtelt a Garai tér, de hát a mai meccs, mivel a magyarok játszanak, az minden képzeletünket felülmúlja. Nagyon boldogok vagyunk, hogy gyors számítás alapján közel 1000 ember itt drukkol a magyar válogatott sikerének. A szurkolói terasz a korábbi Európa-bajnokságokon is sikernek számított, így nem is volt kérdés, hogy idén-nyáron is megvalósul a kezdeményezés. Hosszú utat járt be ugye a magyar válogatott meg a magyar foci, én jó magam is gyermekkoromban aktív focista voltam, és még a 80-as években azért sok sikert átélhettem, de hát jött utána egy nem szűk 7, hanem legalább egy szűk 20 esztendő, annál nagyobb öröm, hogy most 2016 óta már a harmadik alkalommal zsinórba kim vagyunk az EB-n, és ez tényleg jó látni, hogy a mai gyerekek is újra elkezdtek focizni. Egyre több gyereket látok én is kint a tereken, a játszótereken, hogy fociznak. Azt gondolom az utánpótlás terén újra egy felívelő íve lesz a magyar labdarúgásnak. Az újonnan megválasztott polgármester kiemelte a helyi sportok támogatásának fontosságát. Minden gyermek találja meg azt a neki való, számára tetsző, neki alkalmas sportot. Ez már kezdődjön minél kisebb korban, akár óvodás, kisiskolás korban is. Amihez mi ebbe a város részéről segítséget tudunk nyújtani, azt mindenképpen meg fogjuk adni. A magyar együttes a félidőre 2-0-ás hátránnyal vonult, a kilátogatók ennek ellenére is bizakodóak voltak. Köszönjük szépen, nagyon jó a hangulat, hát reméljük, hogy a második félidőben a csapat majd összeszedi magát, és béltú ellenfele lesz a svájcioknak, hogy még jobb legyen a hangulat a teraszon. A legtöbb kisgyermek kedvence természetesen a csapatkapitány Szoboszlai Dominik volt. Nagyon jól tud bombázni, szeretjük, ahogy focizik, és nagy jó cselgép. A magyar nemzeti 11 legközelebb szerdán 6 órakor lép pályára Németország ellen. Június 20-án csütörtökön nyit a szekszárdi családbarát strand és élményfürdő. A szakemberek az utolsó simításokat végzik annak érdekében, hogy minden zökkenőmentesen menjen. Hamarosan a szekszárdi strandon is csobbanhatnak a kikapcsolódni vágyók, hiszen a napokban nyit a komplexum. A kezdésre többek között felújították a csúszdához tartozó medence lépcsőjét is, számolt be az üzemeltető Szekszárdi Diák Étkeztetési Kft. Ügyvezetője. Alapvetően ugye a medencéknek a karbantartása, takarítása, a vízminőség biztosítása, tehát ugye itt szigorú felügyelet alatt megy, vízmintát vesznek, azt megvizsgálják, hogy milyen minőségű a medencében lévő víz. Nyilván embereket kell toboroznunk hozzá, ugye a fürdő alapvetően úgy működik, hogy van 6 fix emberünk, aki az úszoda, már a főiskola úszoda, illetve a fürdő üzemeltetésében részt vesz. Az árak hasonlóak lesznek a tavalyi évhez, mondja az ügyvezető, aki arra is kitért, hogy miért nem nyitott ki hamarabb a fürdő, ezt ugyanis korábban a közösségi médiában többen sérelmezték. Nagyon egyszerű az oka, tehát a fürdő nyitvatartása napi 1 millió forintba kerül. Ahhoz, hogy bejöjjön 15-20 vendég, és menjen a pénz, az nem biztos, hogy egy akkora üzlet a üzemeltetőnek. Az élményfürdőnek az energiaár emelkedésekkel is számolnia kellett, hiszen az idei évben körülbelül 2,5-szeresére nőtt a vízdíj.
próbáltuk ezt kiküszöbölni, illetve a villamos energia felhasználást egy kicsit javítani, frekvenciaváltókat szereltünk a egy részére a szivattyúknak, hogy takarékosabban működjenek, tehát ezek mind megelőzik ezt a dolgot. Engedélyek beszerzése, minősítetni kell a csúszdát, tehát elég sok feladat van azért ahhoz, hogy kinyissunk. A strandon a fürdőzés mellett különböző programok is szórakoztatják majd a vendégeket. Mindenképpen a fürdők éjszakájára tervezünk egy nagyobb rendezvényt, tehát ott egy egész napos rendezvényt, ez ami fix, illetve amit szeretnénk, ugye kikerül majd egy LED fal a fürdőbe, amin a sporteseményeket kívánjuk, ugye itt még folyik illetve most kezdődött a labdarúgó Európa-bajnokság, utána olimpia jön, tehát ezeket próbáljuk majd azért itt elérhetővé tenni. Nem kell már tehát sokat várni a szekszárdiaknak és környékbelieknek, hamarosan a medencéknél is felfrissülhetnek a nagy melegben. A magyar rendőrség június 17-e és 23-a között a Rothpol éves ellenőrzési terve alapján országos akciót tart. Az egyenruhások ebben az időszakban célzottan az alkohol vagy drog hatása alatt, ittas vagy bódult állapotban volán mögé ülő személyeket szűrik ki. A rendőrség felhívja a figyelmet, hogy az országos akció keretében vármegye szerte lesznek ellenőrzések a héten. Az elmúlt 72 órában 6 ittas járművezetővel szemben intézkedtek a hatóságok. Horváth Klárától, a helyi választási bizottság elnökétől vették át pénteken megbízó levelüket az egyénileg megválasztott települési önkormányzati és nemzetiségi képviselők Bonyhádon. Az elnök gratulált az elért eredményhez. Az alakuló ülésekre októberben kerül sor, addig a jelenlegi grémiumok látják el a feladatokat. Bonyhádon a Fidesz-KDNP színeiben Filóné Ferenc Ibolyát választották újra a település polgármesterévé a helyiek. A képviselő testületi mandátumokból összességében 7-et szereztek a kormánypártok, 3-at az Őszintén Egyesület, 1-et az Egységben a Városunkért Közéleti Egyesület, továbbá egy független jelölt is bejutott. Immáron harmadik alkalommal tartottak kamionos felvonulást Szekszárdon, ahol Etesi Anett gyógyíthatatlan beteg kislány második műtétjére gyűjtöttek. Anett CMT2C nevezetű idegrendszeri betegségben szenved, melynek része az izmok fogyása. A szervezők az összegyűlt pénzzel szeretnének segíteni a terápiák, illetve a műtét költségének fedezésében. Ahogy a felvételeken is látszik, ismét rengeteg kamionos részt vett a felvonuláson, ezzel is támogatva a nemes célt. Magyarországon június 3. vasárnapján ünneplik az apák napját. Ez jó alkalom lehet arra, hogy kifejezzük megbecsültségünket az édesapák iránt. Egyre többen tudnak a jeles napról, azonban vannak, akik nem is hallottak róla. Szekszárdiakat kérdeztünk a téma kapcsán. Az apák napját a 20. század eleje óta tartjuk meg az anyák napja párjaként. Azonban míg az utóbbi elterjedt és népszerű, addig az előbbi kevésbé van előtérben. Nekem is van 4 gyerek. Fölhívtak, megköszöntöttek, ritkán találkozunk, de ez legalább alkalmat ad arra, hogy valamiért fölhívjanak bennünket. A köszöntések ilyenkor mindenkinek jól esnek. Már nagyapa. Uh-huh. Meg hát apa is, nagyapa is. És köszöntötték esetleg a... Persze. Minden jót kívántak. Uh-huh. Jól esett. A hölgyek közül a legtöbben hasznosnak tartják az alkalmat, fontos számukra az apák megbecsülése. Nincs nagyon a köztudatban még benne. Megmondom őszintén, én is mikor hallottam most valamelyik nap, akkor úgy gondoltam, hogy én sem emlékeztem arra, és főleg, hogy mikor van. Azt hallottam, hogy valamikor van, de nem, nálunk nincs a családban férfi sajnos, a közvetlen rokonságban, úgyhogy nem szoktunk ünnepelni. De örülök, hogy van, mert ugyanúgy, mint a nők között van tisztességes anya, meg nem tisztességes, a férfiak között is nagyon sok tisztességes apa. Azonban van olyan is, aki az anyák napját egyértelműen fontosabbnak tartja. Mert az anyák napja az kezdett, tehát nagyon régóta van, tehát kezdetektől fogva van az apák napja, meg úgy egy pár éve. Nem tudom pontosan, hogy mennyi. A téma tehát megosztott, népszerűségében pedig még egyértelműen elmaradt az anyák napjától, azonban ez a jövőben változhat.
Nagymányokon ünnepi istentisztelet keretében emlékeztek meg az evangélikus templom építésének 30. évfordulójáról. A rendezvény díszvendége Gáncs Péter, a Magyarországi Evangélikus Egyház nyugalmazott elnök püspöke volt. Jelen volt a Tolna-Baranyai Evangélikus Egyházmegye újonnan beiktatott esperese Sefcsik Zoltán is. Köszöntőt mondott Kréling János, az épület tervezője. A nap szeretett vendégséggel zárult. Izmény is csatlakozott a Baba Mama csomag kezdeményezéshez, ami egy olyan országos program, mellyel az önkormányzatok támogathatják a gyermeket vállaló családokat. Kelemen Ferenc Izmény község polgármestere Bálint László névvel és Pásztor Patriciával adták át az önkormányzat nevében az első két ilyen küldeményt Sebestyén Miron és Kovács Kelemen Zselyke szüleinek. Egészen furcsa felhívást tett közé nem régiben közösségi oldalán a Dunaföldvár FC NB3-ban szereplő labdarúgó csapata. A bejegyzésben azt írták, olyan játékosokat keresnek, akik éreznek magukban ambíciót és szeretnék megmérettetni magukat a harmadosztályban. A jelentkezéseket e-mailben várták. A Tolnai Gárda újoncként előkelő 5. helyen végzett a bajnokságban a most nemrég véget ért szezonban. A felhívást azóta már eltávolították az együttes Facebook oldaláról. Sajtó értesülésekből úgy tudni, a csapat anyagi nehézségekkel küzd. A 35 éve alakult Bukovinai Székelyek Országos Szövetsége országos találkozót szervezett Hőgyészen. Jelenleg 46 tagegyesület erősíti munkájával a köteléket. A Bukovinai Székelyek Országos Szövetsége megrendezte az Országos Székely Találkozót a Magyarság Háza és a Hőgyészi Székely Kör társ szervezésében. Szentmisével indult a rendezvény, díjak átadásával, majd kötetlen programmal, beszélgetéssel. Találkoznak ilyenkor a tagegyesületeink, külföldről érkező aldunai székelyek, érdről érkezők, és egy jó közösségi nap számunkra a mai. Potápi Árpád János államtitkár és a térség országgyűlési képviselője elmondta, hogy a bukovinai székely családok családfája az 1700-as évekig visszavezethető 98%-os ennek a kutatásnak a feldolgozatsága, illetve a gendérképe is megvan. 35 évvel ezelőtt alakult meg a Székely Szövetség, most már Bukovinai Székelyek Országos Szövetsége a neve. Azt annak idején Bonyhádon 16 egyesület hozta létre, tagkör. Most 46 ilyen működik Tolna megye déli részén, elsősorban a Völgységben, Észak-Baranyában, Érd környékén, illetve Bács-Kiskun egyébben három településen, Dél-Erdélyben, és az Aldunánál a Vajdaság déli részén. A Székely Szövetségnek is, illetve a Bukovinai Székelyek Országos Szövetségének is köszönhetően a népcsoportunknak a kultúráját, hagyományait, szokásait, népviseletet, minden egyebet talán sikerült jobban megőriznünk. Kevés olyan magyar népcsoport van, mint mi, talán egy se, akiknek ennyire megvan kutatva a történetük, a néprajzuk, a hagyományaik. Ahogyan a szervezet munkájából és a rendezvények sikeréből látható, a bukovinai székelyeknek nem csak múltja van, hanem jelene és jövője is. Mutatjuk a régió híreit. Szövetségben kell vezetni a várost, értékelte a választást a pécsi politikus. Választás. Több új polgármester lép hivatalba Somogyban. A változásra szavaztak a pécsiek, így a közgyűlésbe került politikai erőknek szövetségre kell lépniük, hogy tenni tudjanak a városért, véli a polgári oldal politikusa. Kővári János szerint csak így lehet egy fejlődő Pécset építeni, és ezzel teljesíteni a szavazók akaratát. Szövetséget kell kötni ahhoz, hogy meglegyen a többség a város irányításához, értékelte a helyi hatósági választást az Összefogás Pécsért Egyesület elnöke. De ennek a többségnek nem öncélúnak kell lennie a politikus szerint. Arra kötünk szövetséget, hogy a várost építsük, méghozzá hatékonyan. Nem harcolni akarunk a kormánnyal, vagy a gazdaság szereplőivel, ugye Péter Fiatila több gazdasági szereplő gyakorlatilag innen elkergetett, erre büszke is volt, meg az egyetemmel sem harcolt, tehát
minden szereplővel, az egyházzal, egyetemmel, gazdasági szereplőkkel, kormánnyal együttműködve Pécsváros fejlődését akarjuk szolgálni, hangsúlyozom szolgálni, ezt fogjuk tenni mindannyian. A most bejutott politikai erők között vannak olyanok, akikkel ez a szövetségkötés megvalósulhat. A Tiszta Kezek képviselője Bognár Szilvia mandátumot nyert, akit Péterfi Attiláék szó szerint kinyírtak, és aki a frakcióját arra hozta létre, hogy feltárja Péterfi Attiláék szennyes ügyeit, ezt megtették, és folytatni is akarják, gondolom. És hasonlóképpen úgy gondolom, hogy a Mi Hazánk Mozgalom, vagy akár a Mindenki Pécsért Egyesület is kritikus az elmúlt 5 év tevékenységével, és abban is közösséget tudunk találni, nem csak a kritikában, hanem hogy végre várost építeni szeretnénk. Péterfi Attila az önmaga építésével volt elfoglalva, ezt mutatták a plakátja is. Éppen ezt unták meg, és szavaztak a változásra a pécsiek arra, hogy ténylegesen a városok gyarapodjon, fejlődjön, nem pedig az ígéreteiket be nem tartó képviselők érdekkörei járjanak csak jól. Csalódottak voltak, Péterfi Attila, amit ígért, nem tudta betartani, el is tüntette az ígéreteit egyébként a választás előtt, nehogy számon lehessen kérni, de pécsik emlékeztek rá a többségében. Nyilván voltak olyan körzetek, ahol az ő jelöltjeik nyertek, és gratulálunk nekik, de többséget a pécsiek a jobb oldalnak szavaztak, amit mi pedig ki fogunk bővíteni, mert nem a Fidesz nyerte a választásokat, még csak nem is az Összefogás Pécsért Egyesület, hanem azok a pécsiek, akik a változást akarnak, és elvárják tőlünk is, a jobb oldal politikusaitól is, hogy egy szövetséget építsünk. Háttérvélemények alapján a baloldali kötődésű többség tartotta a polgármesteri pozícióban Péterfi Attilát, azonban az elmúlt 5 év megmutatta, hogy az eddigi városvezetői módszerek a botrányos ügyek miatt változásra van szükség, így a baloldali többséghez már nem volt elég az érzelmi háttér. Jelenleg 11 képviselője van a jobboldali szövetségnek, a baloldalinak 9. Mellettük egy-egy képviselőt adhat a Tiszta Kezek, a Kétfarkú Kutya Párt, a Mi Hazánk és a Mindenki Pécsért. De több körzetben is kifogással éltek mind a jobb, mind a baloldalról. Így meg kell várni a jogorvoslati eljárásokat, hogy tisztázódjanak az erőviszonyok. Új polgármestere lesz októbertől Balatonszemesnek és Fonyódnak is. A megválasztott település vezetőknek még 3 hónapjuk van arra, hogy felkészüljenek, betekintést nyerjenek a rájuk váró munkára. 2024. októberétől Iváncsics Zsolt lesz Balatonszemes polgármestere. A jótékony futásairól is ismert sportoló már 5 éve eldöntötte, hogy tapasztalatát, kapcsolatrendszerét szülőfaluja felvirágoztatására szeretné fordítani. Óriási megtiszteltetés és egyben felelősség is ez, hiszen közel 500 községbeli ember szavazott bizalmat, ami azt jelenti, hogy tisztességgel, becsülettel kell végezni a munkát, és mindent meg kell tenni azért, hogy ez a település oda kerüljön, ahova való, és feltett szándékom, hogy a Délipart egyik vezető települése legyen egy hosszú távú munka végén. Nem csak a polgármester személye, de a képviselőtestület tagjainak fele is új lesz októbertől. A munkát azonban már a jövő héten megkezdik. Szerencsésnek mondhatjuk magunkat. Most azért van 3 hónap, úgy, ahogy mondod, hogy átrágjuk, felkészüljünk, átnézzük, és esetleg megkönnyítsük már az átvételnek is a mechanizmusát, hogy átnézhessük, és össze megkapjuk azokat az anyagokat, amit ugye át kell, hogy vegyünk ahhoz, hogy hát nyilván vakon nem vehetünk át egy önkormányzatot. Ezáltal mi kvázi elődjeinkhez képest jobb helyzetben vagyunk, és esetleg többet is össze tudunk ülni. Igaz, hogy vannak vállalkozók a testületben, akik a ugye hát remélhetőleg jó szezont fogunk zárni, rengeteg munkával lesznek, de visszatérve, igen, tehát ez egy nekünk egy óriási szerencsés, óriási adottság, amivel élnünk kell, nem visszaélni, tehát nem ereszthetünk le. Tehát akkor leszünk hatékonyak, azt az elkövetkezendő 3 hónapot úgy használjuk fel, hogy az majd októberben a javunkra váljon. Hát nem a mi javunkra, hanem a település javára. Fonyódon is új polgármester irányítja a várost ez év őszétől. Erdei Barnabás azonban Szemesi kollégájával szemben már eddig is sok tapasztalatra tett szert. Az elmúlt 5 évben a település alpolgármestere volt.
2006 óta lehetek a képviselőtestület tagja, két cikluson keresztül humánbizottsági tag, majd elnök voltam, és az elmúlt két ciklusban pedig ténylegesen alpolgármester, és ezt 3 éve főállásban végeztem ezt a tevékenységet, úgyhogy ahogy említette, tényleg nagyon komoly rálátásom van mind az önkormányzatiságra, mind a városra, a településképi fejlesztésre, a települési lehetőségekre, és bizony az elmúlt időben komoly kapcsolatrendszerem is épült ki ennek köszönhető, úgyhogy én tényleg azt gondolom, hogy az a bizalom, amit én kaptam a fonyódiaktól, ez az 1420 szavazat, ez ténylegesen az én személyemet, az én hitelességemet és az én őszintességemet igazolja. Azt feltétlenül hozzá kell tennem, hogy soha ennyien még nem mentek el szavazni a településünkön, és soha ekkora felhatalmazást még se polgármester jelölt, se képviselőjelölt nem kapott, úgyhogy én ténylegesen azt gondolom, hogy a fonyódiak bíznak bennem, a fonyódiak úgy értékelik azért elmúlt időszakban, elmúlt években végzett munkámat, hogy az hiteles, és ezért örülök ennek az eredménynek. Erdei Barnabás is fontosnak érzi, hogy jelenlegi munkája mellett már az új képviselőtestülettel együtt készüljön a ciklus megkezdésére. Az elkövetkező hónapokban, ami lesz munka, akár turisztikai, akár településképi, akár bármilyen, ami a fonyódiakat érinti, azt el fogjuk végezni becsülettel, tisztességgel, és közben pedig keresni fogom a lehetőséget arra, hogy ezt a folytonosságot majd októbertől föl tudjuk tartani, ezért le fogok ülni természetesen a megválasztott képviselőkkel, az új képviselőtestülettel, és azt gondolom, hogy ők is partnerek lesznek abban, hogy mindannyiunknak fonyód a legfontosabb, és akkor az, amit mi elkezdtünk évekkel ezelőtt, az a folytonosság tud majd októbertől is folytatódni. A régi és új polgármesterek közötti átadás átvételnek október 1-től kell megvalósulnia, amely után az új képviselőtestület alakuló ülését is meg lehet már tartani. A megválasztott polgármestereknek, önkormányzati képviselőknek pedig esküt kell tenniük, illetve meg kell határozniuk a szervezeti és működési szabályzatot. Nézzük Tolnovár megye híreit még egyszer, röviden. EB láz. Sokan kilátogattak a szurkolói teraszra Szekszárdon. Felfrissülés. Június 20-án nyit a szekszárdi strand. Apák napja. Sokan ünneplik, de van, aki nem is hallott róla. 35 éves a Bukovinai Székelyek Országos Szövetsége. Országos találkozó hölgyészem. Kedden még tovább fokozódik a meleg, egyre nagyobb területen valószínű 30 fok feletti maximum hőmérséklet. Alapvetően napos idő lesz jellemző, erős UV-sugárzással. Csak időszakos, gyenge fátyolfelhőzet ad helyenként átmeneti árnyékot. Csapadék nem hullik. Gyenge délies irányú légmozgás lesz jellemző. Friss hírekkel legközelebb kedden este jelentkezünk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!